Hello, sziasztok! Brigi vagyok, alias Ella, és ez most egy nap gluténmentesen videó lesz. A laktózmenteset már megcsináltam, szóval most jöjjön a párja a gluténmentes verzió. Hát azért itt is elképesztő, hogy mennyi gluténmentes dolog van. Mert rengeteg. Előre szólok, hogy a rizs is az. Most olvastam utána. A viszóleves dettó. Répa az meg szintúgy. Szóval akkor kezdjük is a reggelivel. Itt elkimász. Úgy jellemző, hogy ezt is évekig rosszul mondtam. Úristen. Ez a tolhalpehely, ez nagyon finom. Az is van benne. Amúgy meg, mielőtt ezt a zöldséget másnak néznétek, ez kérek szépen alga. Jó, ez most nagyon zsós lett. Szerelmes a szakácsnő. Mi a francban vagyok rekedve? Vagy ez még mindig a reggeli hangom? Ja, és találkozunk ebédnél. Hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz. Reggeli utáni cappuccinohoz jöhet egy kis gluténmentes oreó. Hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz. Legyél finom, legyél finom. Kidézitek a számból? Ez nagyon finom. Úgy döntöttem, hogy a vacsorának most látok neki megcsinálni, mert lejár a személyi, mire felforr a vasszer. Úgyhogy most ezt a gluténmentes makaronit fogom most megfőzni.
Meg is lett a gluténmentes tészta. És valószínű, hogy tejfeles tészta lesz a vacsora. Hát, hogy a magyarófaj az gluténmentes vagy nem, ezt nem tudom, sajnos, de a kenyér az tudja az. Gluténmentes pirítós még úgy sem kóstoltam, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lett. Teljesen olyan, mint a normális kenyér. Meg nem mondom, hogy ez a gluténmentes-e vagy nem. Lássak, milyen ez a tészta. Amúgy is kíváncsi vagyok rá, milyen lehet. Egy icipicit sajtalan, de jó. Egyik pillanatban elsózom, másik pillanatban pedig sajtalan. Itt van rajta a tejfel, szóval jó étvágyat a vacsorához. Vacsora utáni édességnek pedig gluténmentes kukoricap pehely lesz a kakaóban. Szerintem olyan lesz, mint a normál kukoricap pehely. Amúgy igen. Teljesen olyan. Ennyi volt már az a videó, ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, és hamarosan jövök a következő videóval. Sziasztok!